A bajnoki elődöntő első meccsét 22-vel nyerte az Albafehérvár, a másodikat 4-jel az Atomerőmű ese. A párharc harmadik mérkőzése előtt fogadkoztak a paksiak, még egyszer nem kezdik olyan rosszul az összecsapást, mint tették azt a nyitó felvonáson. Ebből gyakorlatilag semmi sem valósult meg. Akkor 14 ponttal, most 21-jel nyerte az első negyedet a székesfehérvári alakulat, tehát ezúttal is 10 perc alatt lerendezte a találkozót Zunics Branislav együttese. A kékfehérek átrohantak a paksiakon, 34-13-ról kezdődött a második etap. A felek ekkor már nem sokat törődtek a védekezéssel, a differencia pedig nem nőtt tovább. A piroskékek közül Einingsfeld dobta a legtöbb pontot. A félidőben 56-37 volt az állás. A térfélcsere után az első percekben még kapaszkodott az ase, de rövid idő alatt rendezte sorait a Zunics gárda, és visszaállt a korábbi különbség. A hazaiak tetszés szerint értékelt találataikat, Schmidt Béla tanítványainak pedig csak fellángolásai voltak. 80-55 állt a táblán 30 perc után. A záró negyedben az érdemi kérdések már eldőltek, az Atom kozmetikázni sem tudta a távolságot. A hazaiak a játék minden elemében felülmúlták a paksiakat, és ilyen arányban is megérdemelten nyerték meg a mérkőzést. A végeredmény Albafehérvár, Atomerőmű ese 96-68. A három győzelemig tartó párharc állása 2-1 a székesfehérvári együttes javára. Sajnos megint akadozott a szekér itt idegenbe. Úgy gondolom, hogy az első negyedben ment el a mérkőzés, a 20 pontos előnyt sikerült szerezni a Fehérvárnak. Pont ezt akartátok gondolom elkerülni? Hát igen, pont ezt akartuk. Hát sajnos megint nem sikerült. Na most megyünk pénteken Paksra, muszáj nyernünk, aztán vasárnap. Ha nyerünk, akkor vasárnap végre kell nyernünk egyet idegenbe ahhoz, hogy tovább tudjunk jutni. Az eredmény megnézve az lehet úgy mondani, hogy nem volt olyan nehéz. Én pedig úgy gondolom, hogy a Paks annyira jó csapat, amit most éppen valószínűleg, hogy nem mutatta meg, hogy ez az egész egy kicsit csalokát. Nagyon nagy energiával játszottunk, ahogyan megbeszéltünk. Szerintem a védekezésünk hozta ezt a lényeget.